Az elkészítéséhez több dologra is szükségünk lesz. Vörös hagyma, lila hagyma, fokhagyma, burgonya, sárgarépa, cukkini, paprika. Paprikából csípőset is választhatunk, úgy egy kicsit extrább lesz a étel. Ne feledkezzünk meg egy jobb fajta sörről sem, és természetesen magáról a húsról, a bordáról. A bordákat első lépésben vágjuk fel egyenlő szeletekre, majd egy általunk készített fűszer keverékkel, só, bors és rozmarinból készítjük, szépen bedörzsöljük alaposan ezeket a szeleteket, és egy óráig berakjuk a hűtőbe pihentetni. Ez idő alatt a cukkinit megmossuk, meghámozzuk és egyenlő nagyságú hasábokra vágjuk. A sárgarépával ugyanígy teszünk. A paprikát fölvágjuk, a fokhagymát megpucoljuk, még a vörös hagymát fél vagy egész korongokra vágjuk. A hagymákat összekeverjük és egy picit megsózzuk. Ezután egy serpenyőbe zsiradékot olvasztunk. Majd beletesszük a hagymákat. Kicsit megsózzuk, megborsozzuk. Nem célunk a hagyma megpirítása, mindezt egy kicsit dinsztelni akarjuk, egy 5 percig. Ezután rátesszük a sárgarépákat. Alaposan összeforgatjuk, megszórjuk egy kis rozmaringgal, nyugodtan fűszerezhetjük egy kicsit túl ezt, mert a zöldségágy további része nem fog fűszerezést kapni. Ezt egy 5-10 percig tovább dinszteljük, pirítjuk, majd egy serpenyőbe tesszük, ahol hozzátesszük a további zöldségeket, cukkinit, paprikát, rá daraboljuk a fokhagymát és a burgonyát. Alaposan összekeverjük az egészet, majd szépen rápakoljuk a húsokat. És ha szeretnénk, ezután még egy kis borsozást adhatunk az egésznek. Ebben az esetben fontos megértenünk, hogy a zöldséggágy szerepe nem önálló köret létrehozása, hanem egy kiegészítő köret. Illetve, hogy a hús maximálisan megkapja a zöldségek zamatát. Ezután sütőbe tesszük 200 fokon 30 percre fóliával. Ez nagyon fontos. Majd kivesszük, fölhagyjuk a fóliát, és öntünk rá sört. Nem kell sajnálni a sört, nyugodtan tegyünk rá bőséggel. Ezután visszafóliázunk, és újabb 30 percet adunk neki 200 fokon. Ezután fólia nélkül sütjük tovább, időről időre meglocsolva a saját szaftjával. Ha úgy éreznénk, hogy túl kevés rajta a szaft, sörrel pótoljuk ezt. Ha szép a színe és finom ropogós a külseje, elkészültünk. És más dolgunk, mint külön szedni a húst a zöldségágytól. Ízlésesen kitálalni, és jó étvágyat. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, kérlek lájkold, további szép napot neked!